Hello, sziasztok! Bocsánat. Üdv újra itt a csatornámon. Én Timi vagyok, és egy újabb videót hoztam el, amihez szükségünk lesz egy tükörre, egy jó kis szempilla, szemöldök, jobban mondva, szemöldök csipeszre ollóra, mivel a szemöldökömet fogom kiszedni, és szemöldök festékre. Úgyhogy, ha érdekel a videó, maradjatok itt velem! Jaj, ó, de kellemes idő van. Gyönyörűen süt a nap. Kicsit így félre is fogok húzódni. Nagyon süt a nap, tényleg. Így nagyon be van bokrosodva már a szemöldököm. Úgyhogy a szemöldökömet fogom kiszedni, befesteni, és gondoltam, hogy ez alatt az idő alatt egy picit csacsoghatunk. Szerintem az egyik szemöldökömet fogom megcsinálni így beszélgetés közben, a másikat majd esetleg felgyorsítva fogjuk feltenni, és befestem a szemöldököm, és majd meglátjuk a végeredményt. Most gondolkozok, hogy hova csúszok. Így lesz a legjobb, és így a nap se süt annyira a szemembe. Addig lenne egy olyan kérdésem hozzátok is, hogy ti szeditek a szemöldöt, az enyémben van, ki van tetoválva, azt még megmutatom, de nézzétek, ennyire ki van kopva. Újra kéne ültetni, de sajnos valami mindig közbe jött, és valami miatt mindig halasztani kellett, valami miatt mindig úgy volt, hogy nem tudtam elmenni. Főleg a tetoválást Romániában készítettem, 4 éve, kb. Valami hasonló, 4 éve, azt hiszem. Úgyhogy itteni Magyarországit szeretnék most legközelebb keresni. Valahol itt helyben, Debrecenben esetleg. Úgyhogy esetleg ismertek jó szemöldök tetoválót Debrecenben, akkor azt írjátok meg a komment részlegben. És nyomozgatni fogok egy kicsit majd ez ügyben. Formát is változtatni szeretnék majd, hogyha oda jutok, hogy kitetováltassam, akkor arra a döntésre jutottam, hogy formát is szeretnék változtatni majd. Hát amióta terhes lettem, kicsit elhanyagoltam magamat. Volt olyan időszakom tényleg, hogy csak tettem magam egyik oldalból a másikba, egyik szobából a másikba, egyik ágyról a másikra. Erik nem tudott szegénykém óvodába járni, mert nem tudtam elvinni oviba. És hát a szemöldököm is kinőtt most nagyon. A illatok miatt nagyon sok mindent az arcomra sem használok, kimondottan csak megmosom, van, hogy sima langyos vízzel, nem használok arctisztítót, mikor, hogyan, és emiatt nagyon csúnyán ki van száradva a bőröm, hámlik a szemöldököm, most is nagyon nehéz kiszedni, mert folyamatosan kis bőrdarabok is hámlanak, ahogy hozzáérek a szemöldök csipesszel. Ilyen kicsit nehézkes csinálni. Azt nézem, hogy látok is valamit belőlem, vagy csak a számot halljátok. Így.
Én általában őszinte leszek, alulról kiszedem az egészet, mármint ami kontúr alatt van kinőve, és fent csak egy ollóval szoktam formára vágni, és ami úgy pluszban kilóg, azt esetleg kiszedem. Mindjárt meg is mutatom. Ti magatoknak szeditek, vagy kozmetikushoz jártok? Kinek mi a véleménye a szemöldök tetoválásról? Nyugodtan írjátok meg. Jaj! Hát, alulról ki is van. Szemöldök nem látszik, úgyhogy nem biztos, hogy sok mindent tudok majd nektek mutatni, de a lényeg az, hogy kb. Ilyen bokros, és majd megmutatom a végén is, hogy milyen lesz. Ezt csak így felszoktam fésülni, és levágom a végét, ami nagyon nagyon hosszú. És aztán így szépen így visszafésülöm. És rájövök, hogy még 77-szer kell vágni belőle, meg persze kiszedni is kell, most már most sajnos nagyon-nagyon-nagyon csúnyán ki van nőve. Úgyhogy most lesz mit vágni is, szedni is. Na, ez így jócskán jó. Még egy kicsit szedünk belőle, és majdnem jó is lesz. Közben annyi fekete pontom lett az arcomon. Jövök vissza. Itt lennék. Közben befejeztem az egyik szemöldökömet. Anyum hívott, ezt arra gondoltam már, hogyha beszélek vele, akkor ezt befejezem kamerán kívül, és ezt meg felgyorsítva majd megcsináljuk. Ez így néz ki. Azért van egy kis különbség szerintem, mert ezt nézzétek. Jó, már itt már kiszedtem azért nagyon, úgyhogy ez így néz ki. Ezt megcsináljuk együtt, felgyorsítva. Láthatjátok, majd utána gyors bekeverjük a festéket, feltesszük és beszélgetünk. Készen van a szemöldök szedés része. Ilyen lett. Becsukom a szemem, mert a nap. Ilyen lett. Hoztam egy kis fülpálcikát a korrigáláshoz. Korongokat majd a törléshez. Szemöldök festék. És keverőtál. Egy ilyen fasz a kis kupakocska, tükör. Henna részben általában szokott lenni a krém, az oxidáló, az aktivátor krém, egy kis pálcika, amivel össze kell keverni, meg fel lehet kenni, és keverőtál. De pont ebben a
márkában nincsen. Mutatom, hopp, keverőpálca, és a másik vég egy ilyen kis három fejű valamicske, így felvinni, aktivátor és a festék, sötét barna árnyalatban vettem. Általában fogtam ki már feketét, és amíg sötét barna volt, ez ki bukott az egész. Hát, őszinte leszek hozzátok, én mindig egy picit többet. Bocsi, megszakadt, mert nem volt már elég tárhelyem. Kb. Ilyen kis festékadag, most ugye persze, hogyha profik ezt látják, akkor keresztet vetnek, én így készítem. Az most, hogy mi a profi? Na nézzétek. Olyan kis picike, hogy nehézke megfogni, és az aktivátorból is teszek hozzá. Nem tudom. Egy kb. Ugyan annyit. És ezt össze szoktam szépen keverni. Felkenem a szememre, szemöldökömre, és kb. Egy negyed órát, 20 percet hagyom. Kezd már sötétedni, és a szín úgy, hogy az aktivátor elkezdett dolgozni. Na, látjuk. Ezt így leszik, amika. De írja is magyarul is. Krémtubus 15 ml, aktivátorpalac 15 ml, spatula. Használati utasítás, használat előtt teszt elvégzés és szükséges, biztosítsa a szemöldöke körül bőrét zsíros krémmel, üvegedényben keverje össze. Hát mi nem így csináltuk. Keverje, amíg nem lesz egyenletes, krémes álló, spatula segítségével vigye, 5-10 percig. Még annyira se kell, mint így néz ki. Magam elé teszem. Itt van. Én is itt vagyok. Hello, tok. És hoppá. Így felviszem. Igen, kicsit sokat kevertem ismét be. De én mindig azt mondom, hogy inkább több legyen, mint kevés. Mennyiért szoktam venni, kb. Hát 400, 600 forint körül mozog. Arra figyeljetek, hogy próbáljátok a bőrre is rákenni, nem csak a szemöldök szőrszálaira és a szőrszálakra, mert ha csak a szőrszálakra visszük fel, akkor a bőrt nem fogja megfogni, és akkor egy kicsit olyan, nem is tudom, hogy mondjam el, hogy vágyom rád. Szeretem a bőröd illatát. Hogy legyen újra, újra tiéd. Kb. Így néz ki. Még pici igazítások is lesznek rajta, mert itt-ott amott jócskán elkentem, és akkor most kezdem a rétegezést, ami azt jelenti, hogy még viszek fel rá egy-két réteget. Ne kérdezzétek meg, hogy miért csinálom. Eligazítom a szőrszálakat is, és ismét figyelek arra, hogy a megadott formám enyhén, de legalább tökéletes legyen.
És ha úgy gondoljátok, hogy jó, amit sose nem fogtok jónak gondolni, mert belenyúltok jobbról, balról, lentről, fentről, és mindig új formát fogunk kapni. Na, hát nálam kb. Ez az, amire azt mondom, hogy jó. Megcsináljuk a másikat is. És utána várunk egy kicsit, és megnézzük, hogy milyen lesz. Egyforma úgyse lesz a kettő, abba most szólok. Lehet, hogy ti ügyesek. Lehet, hogy ti ügyesek vagytok. Én annyira nem. Arra közben vigyázzatok, hogy semmit ne kenjetek össze, mert elég jól tud fogni ez a kis krém. Közben ne haragudjatok, megpróbálok nem annyit beszélni, mert... mert félrekenem. Hát nekem ez, mivel jobban kezemre esik szemöldök szedésnél is, szemöldök festésnél is, ez mindig hiper-szuper gyönyörű szemöldök. Míg a másik egy picit vastagabb. De attól függetlenül mindkettő elég jól tud sikerülni, ha kell. Na. És most egy picit rétegezem ezt is. És én szerintem ennyi. Így néz ki, ez egy kicsit vastagabb ezen a részen, de még törlök utána egy picit. Hoppa, korrigálok rajta, úgyhogy meglátjuk. De én közben megállítom a videót, mert nagyon hosszú lesz. Én itt nekiállok egy picit igazgatni, meg stb. És majd találkozunk, ha lejárt az 5 perc. Maradjatok résen. Annyira gyönyörű idő van kint. De tényleg el se jön, hogy higgyem. Gyönyörűen süt a nap. Olvad a hó. Kb. 10 perce van a szemöldökömön a henna. Közben rájöttem, hogy ez isten ilyen jól néz ki. Ez egy kicsit elfusyarált lett. Nem viszket, nem éget. Amit elrontottam itt az eleje, ezt nagyon egyenesbe vettem, míg ezt egy picit is régebben hagytam. Kíváncsi leszek. Nagyon. Általában makeup.hu-ról szoktam rendelni a szemöldök hennát. Ott is van ez a márka. De Joannásat szoktam általában venni. Ilyet már nagyon rég vettem, ha vettem, nem tudom. De azt hiszem, hogy egyszer. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen. Kíváncsi leszek, mert így nagyon fekete. Lássuk, hogy tényleg dark brown vagy fekete. Addig is azt szerettem volna nektek mondani, hogy remélem, hogy tetszett ez a kis klip. Ugye még ilyen nem volt a csatornán. Próbálok újdonságokat is hozni nektek, próbálok egy picit... ötletelni, mondjam így. Remélem, hogy be is jön, és tetszik nektek. Azt szerettem volna mondani, hogyha elérjük az 1000 fős
feliratkozott, akkor szeretnék csinálni nektek egy nyereményjátékot. Itt Instagramon nem tudom, hogy hol fog folyni, de szerintem is itt YouTube-on fog. Úgyhogy azt szerettem volna nektek mondani, hogy iratkozzatok fel, már nem vagyunk messze, lassan kevesebb, mint 300 tag hiányzik ahhoz, hogy meglegyen az 1000, és akkor jön egy nyereményjáték, még nem tudom, hogy mi lesz az, amit ti megnyerhettek, de majd biztos, hogy hoppá, valamit kitalálunk. Úgyhogy iratkozzál fel a csatornára, nyomj egy lájkot is esetleg, ha tetszik, amit csinálok, és ne felejtsétek el benyomni a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Instagramon is kitettem egy ilyen kis szavazós részt, aki még nincs feliratkozva, az kukat Timi Timici néven megtalál. A leírásban mindig benn van az e-mail címem, és bent van a Instagram oldalom, TikTok oldalom, úgyhogy ottan meg tudjátok nézni. Instagramra kitettem egy ilyen kérdést, szavazást, hogy szeretnétek-e, és itt YouTube-on is van egy szavazás, hogy heti egy napot arra szánjunk, hogy terhességgel kapcsolatos témát beszéljünk. Én például átléptem az első trimeszteren, tudnék beszélni nektek az első trimeszterről, az én szempontomból is, és a könyv szempontjából is. Második, harmadik trimeszter, szülőszoba, miket kell vinni kórházba, mit kell vinni külön szülőszobára, mit kell vinni külön kisbabának. Mi hogyan folyik egy terhesség alatt, miben változik a testünk, miben változik a kisbaba, mikor mit ér el. Úgyhogy ha hasonló téma is érdekel titeket, akkor szavazatok Instagramon és szavazatok itt a Facebook vagy YouTube platformon is. Plusz komment részlegben is várok tőletek ötleteket, bármit. Ahhoz képest, hogy 700-an vagyunk feliratkozva, van olyan videó, amiket még 250-en sem nézik meg. Nem tudom, hogy mi a baj, próbálok a hangminőségen mindig javítani. Ilyen programmal is dolgozok, az egyiknél felviszem 100%-osan, és a másikon még 200%-ra felviszem a hangot, úgyhogy nem hiszem, hogy a hang volna baj. Már a férjemnek is mutogatom, hogy tényleg a hang volna a baj, azt mondta, hogy ő szerinte is jó, szerintem is jó, de nem tudom. Közben letörölöm a szemöldökömet. De miért nem csinálom tükörre? Gyerekek! Ez nagyon szép lett. Jaj, tetszik. És ez a végeredmény amúgy. Ez a kis fasz, a kis kikopás innen eléggé eltűnt. Jó, és tényleg sötét barna. Úgyhogy megnézzük közben ezt is. És még egyszer egy szép tisztával áttörlöm. Már ezen már nincs. És ez lett volna a végeredmény. Közelebb jövök. Buf, megpróbálok. Ilyen lenne a... Azért itt a két elejénél sokat javít, mivel nem látszanak ezek a kupások. Annyira nem tér el a két szemöldök sem. Ez lenne a végeredmény. Remélem, hogy tetszett. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, nyomjatok be a kis csengőt, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!